Másfél évvel ezelőtt tojásnyi méretű daganatot találtak az orvosok Robika testében. A diagnózis vastagbél és hasnyálmirigyrák volt, amelyet az orvosok szerint nem lehetett megoperálni. Ám úgy néz ki, a kisfiú már a tünetmentes, állítólag meggyógyult, hogy mitől azt egyelőre igazából senki sem érti, de nem is biztos, hogy ez a lényeg. Vendégünk ugye az édesapa Csárdás Ferenc, Csárdásné Mészáros Marian és Robi Csárdás Róbert. Jó reggelt kívánok mindenkinek. És itt van velünk Kovács Magyar András a telefonvonal túlsó végén, hogy miért, azt hamarosan elmondjuk önnek. Jó reggelt, András! Szép jó reggelt! Jó reggelt, András is hangja. No, kezdjük akkor azzal, hogy ugye másfél évvel ezelőtt megszületett ez a diagnózis. Nyilván ez egy sok, tehát senki ne élj át, amit ilyenkor egy szülő átél. Hogy történt az egész? Egy rutinvizsgálat során derült ki? Nem, fájlalta a hasát egy ideje, és akkor begörcsolt neki így a hasa, és azt hittük, hogy vakbél problémája van neki. Bevittük rögtön a kórházba, és ott vakbillel is nyitották föl, csak amikor fölnyitották, akkor látták, hogy ez a szörnyű dolog történt. Hát elkezdődött a műtét, majd utána műtét során derült ki. És azt mondták, hogy menthetetlen. És azt mondták az orvosok, Ferenc, hogy ezt nem lehet operálni? Hát igen, ezt mondták, és hát akkor nagyon elkeseredtünk, és hát Mariannak a testvéreitől kaptunk egy olyan tanácsot, hogy keressük meg Andrást, akinek az interneten utána néztünk, és ott a csodálatosgyógyulások.hu-n több száz esetet találtunk, ahol a betegek saját maguk mondják el azt, hogy gyógyultak meg. És ez így hitelesnek tűnt, és ezért megpróbálkoztunk még vele. Még mielőtt Andrásra beszélnénk, ugye jól látom, leletek vannak az ön kezében. Megmutatná azt, ami az a lelet, ami azt a sort olvasva, a legutolsó, Zsuzsi. Mutatja. És ez már egy 2009. harmadik hó tizediki lelet, ami legfelül van, aminek az egyértelmű mondata így hangzik: a műtéti területen kóros eltérés nem látható. Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok a daganatok, vagy daganat, ami volt, azok teljesen eltűntek. Igen. És ez mennyi idő alatt? Tulajdonképpen pár hét alatt, tehát pár nap alatt lehetett érezni a különbséget, tehát láttuk, hogy egyre jobban van, és hát ez így volt, hogy naponta elkezdtem. Eredmény volt. Robi, azt mondd meg szívem, hogy hogy vagy? Igen, hogy jól? Jól vagy? Jól. Már nem is emlékszel arra, amikor a hasad fájt, igaz? De. Emlékszel rá? Nagyon fájt? Fájt. Igen. És az, hogy most teljesen rendben vagy, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy focizol, jössz, mész barátokkal, ugyanúgy játszol, nincs hasfája, semmi ilyesmi, rendben vagy. Tehát szoktál játszani? Sokan. Kérdezem. Kérdezte, hogy hol volt? Szoktál játszani? Sportolni. Sportolni? Igen. Szeretsz focizni? Szeretek. Szeretsz, jó. Akarok járni, de hokira járok. Hokira? Hokira, hát az nagyon jó. Na, oda kell az állóképesség, meg az edzés. András, itt van a vonalban, ugye a szülők beszéltek önről, hogy jutottak el végül is egy családi kapcsolat révén önhöz. Azt ugye tudni kell Andrásról, hogy, és remélem, hogy nem mondok butaságot, hogy a szellem világot segítségül hívva szokott ön gyógyítani. Robi esetében hogy történt ez a kezelés, mit tapasztalt és hogyan tudott segíteni, ha ez az ön segítségének köszönhető? Hát igen, nem az a kérdés, hogy létezik a szellemvilág vagy nem, hanem én úgy gondolom, a mai világban az a kérdés, hogy meddig lehet ezt az emberek elől eltitkolni. Anyagi javakat mindig lehet pótolni, de amikor az egészség megbomlik, amikor az egészségben van baj, bizony ott egy nagyon komoly változásnak kell történnie. És amikor én hallottam a Robika keresztanyjától, hogy daganatos és kért, hogy segítsek, a szellemvilág segítségét kértem. Hogy hogyan hosszú lehet elmesélni, 6 évvel ezelőtt egy dr. Licsek Ákos nevű úriember vezetett be a szellemvilágba, és megállapította, hogy alkalmas vagyok médiumként dolgozni is, és azóta, amikor anyagi szinten megoldhatatlan kérdés elé állok, akkor én mindig egy más világtól, a szellemvilágtól kérek segítséget. És megértettem, mit jelent az, hogy kérjetek, és megadatik,
csak hát egy más világtól kell ilyenkor kérnünk, és most együtt örülhetünk. Úgy gondolom, hogy most sokan együtt boldogabbak vagyunk, hogy Robika meggyógyult. András, csak hogy ne... Én is természetesen, hát ennél nagyobb boldogság nincs, de nyilván rengetegen vannak ebben az országban, akik ugye minden reményben kapaszkodnak. Van-e olyan, amit ön se tud megoldani, csak hogy ne keltsünk, hogy mondjam, hiú reményeket, vagy minden esetben valamilyen szinten megoldást jelent az, amivel ön foglalkozik? A betegségeink mindig valaminek a következménye. András, bocsánat, és egy mondata van, ne haragudjon, csak azért, mert végére járunk. Ha hajlandóak vagyunk változtatni nagyon sok mindenen, ha hajlandóak vagyunk másképpen gondolkodni, akkor igen, az utolsó pillanatban is van reményünk. Ha mindent ugyanúgy hagyunk, a körülményeinket, a gondolkodásunkat, a személyiségünket, akkor az a folyamat tovább folytatódik. Hát ennél, van remény. Ennél jobb lezáró mondat nem is kell, és hát gratulálunk, és maradjon ez az állapot, ez így. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Isten.